Elfogadott költségvetés 2,6 milliárd forintos fő összegből gazdálkodik idén a Vármegyei Önkormányzat. Február végéig ellenőriznek, ezúttal a nehéz tehergépkocsik és az autóbuszok kerülnek fókuszba az ország egész területén. Ivartalanítási akció a kutyák és macskák nem kívánt szaporulatának megelőzéséhez, ez az egyetlen megbízható eszköz. Szerdai ülésén elfogadta a Vármegyei Közgyűlés az idei évre tervezett költségvetést. Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegye önkormányzata 2,6 milliárd forintos fő összegből gazdálkodik 2024-ben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az év első rendes ülésén központi téma volt a mezőgazdaság helyzete is, amelyről az Agrárkamara vármegyei elnöke tájékoztatta a közgyűlést. A képviselők egyetértettek abban, hogy intézkedni kell a megszaporodott mezőgazdasági vadkárok ügyében, és egységesen ki kell állni a méhészek mellett. Idén először gyűltek össze a közgyűlés tagjai a Vármegyeháza dísztermében. Az év első rendes ülésének leghosszabb ideig tárgyalt napirendi pontja a mezőgazdaság témájához kapcsolódott. A Vármegye agráriumának aktuális helyzetéről Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke tájékoztatta a közgyűlés tagjait. Valóban nagyon hosszú és élénk vita folyt, illetve beszélgetés, párbeszéd folyt a agrárgazdaság helyzetéről, különösképpen persze a megyei vonatkozásokról. A kritikák is jóbító szándékúak voltak, tehát aggódás fogalmazódott meg a mezőgazdasággal kapcsolatban, elsősorban az uniós politikák szemszögéből, hogy milyen átgondolatlan és koncepciótlan az Európai Uniós támogatási politika, és ennek az elfogadói sajnos a agrárium szereplői. Ezt tetézi ugye az ukrán háború, azonnan kontrolláltalanul beérkező gabona és más egyéb nem mezőgazdasági termékek. Elfogadta a megyei közgyűlés egyhangulag a tájékoztatót, azzal együtt, hogy nyilván támogatjuk a kamarának a törekvéseit, amit a mezőgazdasági termelők a vidéken élők érdekében tesznek. A Dorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője több aggályát is kifejtette az agrárium jövőképét illetően. Mint mondta, a túlzott erdősítéseknek köszönhetően egyre rosszabb helyzetben van a vármegye élelmiszer előállító szektora, az ellenőrizetlen termékek importjával pedig még kiszolgáltatottabbá válnak a gazdálkodók. A Dorján Béla külön kitért a méhészekre, akiket szerinte ellehetetlenít, hogy Magyarországra újra szabadon érkezhet az ukrán méz. Mérhetetlenül felháborít engem személy szerint az a kérdés, hogy az amerikai, kínai, ukrán tengelyből származó, határozottan megállapíthatóan GMO-s alapú mezőgazdasági termékek, amelyek élelmiszeripari alapanyagokként kerülnek hazánkba, azok rendkívüli módon károsítani fogják az itt élő emberek egészségét. Az meg különösképpen felháborított, hogy nem egészen 24 órával ezelőtt Orbán Viktor aláírt egy olyan egyezményt, amelyben az eddig tilalmi, importtilalmi listán lévő ukrán, vagyis maradjunk annyiba, hogy meghatározhatatlan származású méz importját innentől kezdve engedélyezi. Ez beverte az utolsó koporszószeget a térség méhészeinek a koporsójába, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a magyar igen jó minőségű méz termelése ezzel az intézkedéssel valószínűleg meg fog szűnni. Szerdán vita nélkül fogadták el a képviselők Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye önkormányzatának 2024 évi költségvetését. A büdzsé idei főösszege 2,6 milliárd forint. Sesztál Koszkár, a közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, az előző évekhez hasonlóan stabil az önkormányzat gazdasági helyzete. Uniós projektmenedzsmentet végzünk, határmenti programoknak a projektmenedzsmentjét végig. Most is három pályázat beadásáról döntött a közgyűlés a Ukrajnát is érintő uniós programozással kapcsolatban, de pályáztunk magyar-szlovák programra, nyilvánvalóan fogunk pályázni a magyar-román programnak a kiírására is. Ezekkel a programelemekkel együtt és az állami támogatással együtt stabil a megyei önkormányzat gazdálkodása. Minden olyanra, amire szükség van, arra van kiadásunk. Persze átgondoltan, különösen ebben az átmeneti időszakban átgondoltan kell gazdálkodnunk, hogy azt a kieső bevételt, ami még azt jelenti, hogy az új uniós programokból még nincsen projektmenedzsmenti bevételünk, ezt az időszakot is át tudjuk hidalni.
Sesták Oszkár a szerdai ülésen bejelentette, a vármegyei önkormányzat pénteken napkoron tartja a kommunista áldozatok emléknapjához kapcsolódó központi megemlékezését, az 1848-as forradalom központi ünnepségét pedig március 14-én Geszteréden rendezik meg. A következő rendes ülést várhatóan április 25-én tartják meg. Ellenőrzésre számíthatnak a közutakon az autóbuszok és a teherautók sofőrjei a hétfőn indult Road Poll Truck and Bus akció keretében. A rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartására. Ezen kívül a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét is vizsgálják. Ismét Road Poll akció keretein belül dolgozott a rendőrség a gyulatanyai elágazásnál Nyírtelek határában. A közúti ellenőrzés február 19-én kezdődött országszerte, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve szerint. A mostani akció fő célja a tehergépkocsik, illetve az autóbuszok ellenőrzése. A rendőri intézkedés során a kollégáim, amely járművet megállítanak, ellenőrzik a vezetési és pihenőidő megtartását, illetve a személy és áruforrás fuvarozáshoz kapcsolódó okmányok, engedélyek meglétét és annak érvényességét, illetve átvizsgálják a járművet műszaki állapot szempontjából. Rendszeresen van hasonló nagyszabású, átfogó, európai szintű ellenőrzés Magyarországon is. Évvégén például azt vizsgálták, hogy betartják-e a sofőrök a biztonsági övre, bukósisakra és gyermekülésre vonatkozó kötelező előírásokat. Egy hónap alatt országosan több mint 10 000 olyan autóssal találkoztak, akik nem tartották be a szabályokat és nem csatolták be a biztonsági övet. A nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat legutóbb tavaly novemberben ellenőrizték. Akkor majd minden harmadik ellenőrzött járműnél találtak valamilyen szabálytalanságot. Tapasztalatunk szerint alapvetően megtartják, ugye nagy számban közlekednek tehergépkocsik, illetve autóbuszok az útjainkon. A személy és áruforrozásnak ugye szigorú szabályai vannak, azonban mindig találkozunk jogsértést elkövető járművezetővel. A leggyakoribb, hogy elcsúsznak a vezetési és pihenő idővel, és a járművek műszaki állapotával is rendszeresen adódnak problémák. Ezért minden kapitányság területén jelöltek ki tehergépjármű forgalom szempontjából zsúfolt útszakaszokat, ahol ellenőriznek. Az országos akció keretein belül február 25-ig lehet arra számítani, hogy egyenruhások intik ki a sofőröket. Magyarországon az év elején számottevő, de nem kiemelkedően magas a belvízzel borított mezőgazdasági területek nagysága. A műholdas radar felvételek alapján január végén közel 116 000 hektárnyi terület volt érintett. Az Alföld középső és keleti részein jellemzően a belvízes területek enyhe növekedését, míg az ország középső területein azok fokozatos csökkenését figyelték meg. A belvíz a káros hatások mellett fontos szerepet játszik a talajvíz utánpótlás szempontjából. A gazdálkodók számára a gyakoribbá váló hosszú, csapadékmentes időszakok létfontosságúvá teszik a víz visszatartást, a víz megtartást és a talajnedvesség megőrzését, illetve a talaj termőképességének megtartását segítő eljárások tudatos gyakorlati alkalmazását. A belvízborítottság következtében az őszi kultúrákban bekövetkezett hozamcsökkenést kiváltó káreseményt az elektronikus kárbejelentő felületen mindenképpen érdemes bejelenteni, hogy a termelői károk a későbbiekben kompenzálhatóak legyenek, áll az Agrárminisztérium közleményében. Az állattartók többségének nincs elég információja az ivartalanítással kapcsolatban. Magyarország területén olyan mennyiségű a kóbor állat, amelyek felesleges szaporulatokból nőttek ki és maradtak az utcákon gazda nélkül, hogy kezelhetetlenné vált a probléma. Erre jelenthet megoldást az ivartalanítási akció, melyre oltott és csipezett állatok gazdáinak jelentkezését várják a napokban Kemecse és Újfehértó térségében. Ezek a kutyák gondos gazdáiknak hála szeretetteljes légkörben nőhetnek fel, de nincs minden állat ilyen szerencsés helyzetben. Magyarországon a kóborkutyák száma egyes becslések szerint a 300 000-et is elérheti, a menhelyek pedig zsúfolásig vannak.
Az ivartalanítás megoldást jelenthet a problémára, hiszen csak 100 ivartalanított kutya esetén már több ezer meg nem született állatról beszélhetünk, akik nem fognak éhezni, nem esnek bántalmazás áldozatául, és nem okoznak problémát az utcákon sem. Jelenleg kemecsén zajlik ez az összeírás, jelentkezni lehet e-mailben az ivartalanítás.pcas@gmail.com e-mail címen, illetve Újfehértó területén, ahol a zebrendészeti teleppel is együtt dolgozunk, ott pedig egy helyi civil aktivista segítségével szintén, Kemecsén Földi Andrea segítségével történnek ezek az ivartanítások, és a Nyíregyházi Oltatóállat Kórházban zajlanak a kemecsei ivartanítások, hogyha valaki be tudja szállítani oltott csipezett állatát, az még jobb, de mindenképpen Andrán keresztül kell történnie. Az állattartás felelősséggel jár, amihez hozzátartozik az is, hogy az állat oltásokkal legyen védve, és szükség esetén ivartalanításon is átessen. A magyar törvények értelmében nem lehet ivartalanítást végezni oltatlan és csip nélküli állatokon, de azt sem fogadja el a hatóság, ha az oltási könyv nincs azonosítóval ellátva. Sok állattartó nem tudja, hogy a törvény a szaporítást is szabályozza. 10 feletti szaporulat, már, tehát áthajlunk már a szaporításba, az már büntethetővé válik, és nem beszélve arról, hogy azt nagyon sokan nem tudják, hogy azzal is törvénytelenséget követnek el, hogyha úgy osztogatnak szét feleslegesen megszületni hagyott szaporulatokat, hogy sem csippel nem jelölik, sem pedig örökbefogadási vagy nagy isten adásvételi szerződést nem írnak hozzájuk, tehát ezzel is törvénybe ütköző cselekedeteket követnek már el a jelenlegi jogszabályok értelmében. Az ivartalanítás nem csak a reprodukció megállítására szolgál, hanem egészségügyi vonatkozásban is hasznos. Orvosilag igazolt tény, hogy az ivartalanított nőstény kutyáknál visszaszorítható az emlődaganatok, a méhgyulladások, a hímeknél pedig a prostatadaganatok száma. Emellett arra is szép számmal van példa, hogy az addig agresszív kutyák személyiségében pozitív változás áll be. 10. alkalommal szerveztek civil véradást a Vármegyében. A kezdeményezés a miniszterelnökség felhívására a koronavírus járvány idején indult. Térségünkben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálata közösen biztosít lehetőséget a véradásra. Zajlik az adatfelvétel, folyamatosan érkeznek az önkéntesek. 10. alkalommal szerveztek civil véradást a Vármegyében. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, a Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és az Országos Vérellátó Szolgálat a miniszterelnökség felhívására indította el a kezdeményezést a koronavírus járvány idején. Amikor nem érintkeztünk, nem mentünk sehová, értelemszerűen vért adni sem mentek az emberek, és akkor jött az a döntés a civil ügyekért felelős miniszterelnökségi államtitkárságtól, hogy a civil közösségi szolgáltató központok egy igazi közösségi ügyként álljanak ennek az élére, és minden évben 2 alkalommal szervezzék meg a civil véradást. Ez egy közösségi ügy. A civilség az önkéntességen alapul, és ez, hogy egy kis vérünkkel életeket mentünk, és az ország vérellátását biztosítjuk, ez is egy közösségi ügy. 3 nap alatt 3 városban szerveztek civil véradást. Kedden Kisvárdán, szerdán Nyíregyházán várták a donorokat, csütörtökön pedig a Mátészalkai Kulturális Központ biztosítja a helyszínt az önkéntesek számára. A tapasztalat az az, akár a civil véradást tekintve, hogy minden évben növekszik az érdeklődés, de a másik tapasztalat, meg az egyéni tapasztalat. Nekem személyesen például egy nagy segítség a civil véradás, mert így van 2 fix pont az évben, amikor vért adok. És nem is tudjuk sok esetben, hogy évi 3-szor akár egy ember tud vért adni. És ez csak egy alkalom kell hozzá, mert ha nekem kell magamnak megszervezni, az mindig nehezebb. De így van egy közösségi ügy, van egy fix időpont a naptáromban, és azt gondolom, hogy a civilek számára azért is lett ez egy bejáratott jó akció, mert most már tudják, számítanak rá, várják ezt az alkalmat. Országos adat, hogy az influenza jellegű megbetegedések miatt ebben az időszakban kevesebben tudnak vért adni. Naponta országos szinten legalább 1600 egység vérkészítményre lenne szükség. Ehhez azonban naponta 250-nel több véradónak kellene elmennie a véradásokra.
Újabb városszépítő akciót indított Nyíregyháza város üzemeltető cége. A szomszéd fűje mindig zöldebb kampányban 1 kg fűmagot és 1 köbméter komposztos termőföldkeveréket lehet igényelni. Ezzel párhuzamosan az Ültess egy fát a holnapért akcióra március 4-ig várják a pályázatokat. Fontos, hogy a tavalyi programban sikeres pályázók jelentkezését idén automatikusan elutasítja a NyírVV. Indulnak a zöldítési akciók Nyíregyházán. A városüzemeltető cég évek óta működő kampányaira már lehet jelentkezni. A szomszéd fűje mindig zöldebb akcióban tavaly 182-en pályáztak sikeresen. Szomszéd fűje mindig zöldebb egy régi, hagyományosnak mondható akciónk már. Február 15-ével indítottuk idén ezt az akciót. Március 6-áig várjuk a pályázati adatlapokat, ami a honlapunkról a nyírvv.hu címen letölthető. Ebben az akcióban 1 kg fűmagot és 1 köbméter komposzttal kevert termőföldet igényelhetnek a városlakók az ingatlanjaik előtti közterületre. Nyilván a beadott pályázatokat a kollégáink helyszínen leneőrzik, és amelyik sikeres elbírásban részesül, arról e-mailben majd tájékoztatjuk a pályázókat. Az Ültess egy fát a holnapért akcióra március 4-ig lehet visszaküldeni az adatlapokat. A feltételek között itt is szerepel az érintett ingatlan előtti közterületről készített friss fotó. Fontos, hogy a NyírVV a beérkezés sorrendjében bírálja el a kérelmeket. Ha beérkeznek a pályázatok, akkor a kollégák szintén minden egyes beadott pályázati helyszínt felkeresnek, megnézik a közműadottságot is, és ezek alapján állítják össze majd a sikeresen pályázók listáját, akiket szintén e-mailen fogunk majd értesíteni. A növényeket a NyírVV a készlet erejéig biztosítja, azonban a szállítás, az ültetés és a további gondozás az igénylő feladata. A tavaly sikeresen pályázók jelentkezését idén automatikusan elutasítja a városüzemeltető. Megnyerte első idei mérkőzését a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Tréki Tamás együttese az MB2 D csoportjának 12. fordulójában a Tiszavasvárit fogadta, és 15-17-es félidő után 30-27-re verte ellenfelét. A tabella 4. helyén álló Nyírbátor szombaton a 6. Deac 2-höz látogat. A vendégek szerezték a mérkőzés első gólját, és azt követően a Nyírbátor az első félidőben végigfutott az eredmény után. Többször is 4 góllal vezetett a Tiszavasvári, amely végül 2 gólos előnnyel vonulhatott a szünetre. Fordulás után a hazaiak kezdtek jobban, előbb egyenlített, majd a vezetést is átvette a Bátor. A mérkőzés nyílt volt egészen az utolsó percig, végül azonban 3 góllal nyert a nyírbátori kispadon ezen a találkozón bemutatkozó Tréki Tamás együttese. Egész héten tisztességesen fölkészültünk a Tiszavasvári játékára. Tudtuk azt, hogy nekik ez az egy választásuk van, ugye, hogy a rájátszásos rendszerben tudjanak pontot vinni, és ha minket megvárnak, akkor gyakorlatilag minket is letaszítanak az alsóházba. Ezért én egy nagyon nehéz meccsre számítottam. Megmondom őszintén, az első fél időben azt éreztem, hogy kapkodunk, bizonyítok, akarunk egymásnak, a szurkolóknak, nagyon sok technikai hiba volt, sajnos balszerencsések is voltunk, azért mondtam is a szünetben, hogy megfordul ezzel a sok kipattanó labda a kapusról, bepattant, lepattant, hál' Istennek igazam lett, de gratulálok a Tiszavasvárnak is, mert nagyon méltó ellenfél volt. A vendégek edzője szerint a hazaiak fizikálisan őrülték fel csapatát a mérkőzés végére. Elfáradtunk. Tehát nem is a szünet után, hanem az utolsó 7-8 perc, nem tudom pontosan, de úgy ott éreztem, hogy megfáradtunk. Ott talán lehetett volna belecserélni, csak akkor meg már olyan volt a meccsnek az egész menete, hogy ott azok, akik többet ültek a padon, nekik lehet, hogy az lett volna a hiba. Hibáztunk. Tehát itt a végén többet hibáztunk. Én azt gondolom, hogy biztosabb kézzel lőjük a heteseinket, zicsereinket. Ugye a Robi megint megbabonázott minket, ha biztosabban lőjük, akkor szerintem végig tudtuk volna tartani azt az 1-2 gólos előnyünket. Varga László 4 góllal járult hozzá a csapat a győzelméhez. A rutinos kézilabdázó szerint akaraterejüknek köszönhetően kerekedtek felül a Tiszavasvárin.
Az első fél időben abba hibáztunk, hogy túl sok volt a technikai hibánk, túl sok volt a eladott labdánk, és amikor megszereztük a labdát a kapu előtt, ugye védekezésbe, akkor rögtön vissza is adtuk, és nyilván ebből éltek. Ez lehet szerencse is, lehet, hogy szerencsétlenség is, de igazából a mi hibánkból éltek. A második fél időben valamilyen szinten ez megfordult, ezért tudtunk igazából átvenni keservesen, nagy nehezen a vezetést, de én úgy gondolom, hogy a szívünket, lelkünket kitettük mai nap is a pályára, és igazából most sajnos nem azt tudom mondani, hogy jó játékkal vagy jó védekezéssel nyertünk, hanem a nagy szívvel tudtunk nyerni. A forduló további eredményei a következők: Balmazújváros Hajdúszoboszló 19-27, Hajdúböszörmény Kisvárda 30-21 és Hajdúnánász Deac 2 33-23. A tabella első helyén a Hajdúszoboszló áll 18 ponttal, megelőzve a 17 pontos Hajdúböszörményt. A 13 ponttal negyedik Nyírbátor szombaton a Deac 2-höz látogat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Megtartotta idei első rendesülését a vármegyei közgyűlés, amelyen vita nélkül fogadták el a képviselők Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatának idei költségvetését. Az idei évben 2,6 milliárd forintos bevételi és kiadási fő összeggel számolnak. A közgyűlésen központi téma volt a vármegye mezőgazdaságának aktuális helyzete is. A buszosokat és a tehergépkocsik sofőrjeit ellenőrzi hétfőtől február végéig a rendőrség a Roadpol Truck and Bus akció keretében. Kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartására, sőt a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét is vizsgálják. Célzott ivartalanítási akciót tartanak Kemecse és Újfehértó térségében, olyan rászoruló családok jelentkezését várják, akiknek lehetőségeik meghaladja az ivartalanítás költsége, viszont az állataik oltottak és csipezettek. Február 21-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Csütörtökön nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, és általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A keleti tájakon délelőtt még szűrt napsütés előfordulhat. Főként az északi ország részben van esély délután gyenge esőre. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 12 fok között alakul.